Az összes koronavírus járvány által érintett munkahelyet meg lehetett volna menteni, erre jutott elemzésében a GKI gazdaságkutató. Szerintük erre akkor lett volna lehetőség, ha a kormány a válság alatt létrehozott gazdaságvédelmi alapon átfolyt pénzből többet költött volna a munkahelyek védelmére, és kevesebbet a válságkezeléshez nem kapcsolódó projektekre. A GKI számításai szerint különböző bértámogatási programokra összesen 50 milliárd forintot költött a kormány, amivel 226 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. A járvány miatt viszont ennél jóval több, 835 ezer munkahely került veszélybe a járvány első hulláma alatt. Hozzátették, 360 milliárd forintból az első hullám alatt minden érintett dolgozó bérköltségének 80%-át ki tudta volna fizetni a kormány 3 hónapra. És akkor itt van tehát vendégünk, a GKI vezérigazgatója, Molnár László, köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi lett az oka, hogy mégsem nem látta ezt a kormány, nem volt ez tervezhető, vagy csak nem szántak rá pénzt? Nem tartották fontosnak, hogy további több százezer munkahelyet megmentsenek? Valószínűleg mindegyikben van igazság. Tehát a első hullám idején volt egy elgondolás, hogy ez viszonylag gyorsan lepörög, tehát nem érdemes túl nagy költségvetési áldozatokat hozni érte, hanem tartani kell a költségvetésben megjelölt hiányszámot, ugye ez 2% körül volt. Ugye ne felejtsük el, a választás megnyerését követően Varga Mihálynak előírták, hogy 0%-os költségvetési hiány kell, sőt nem ártana, a többlet lenne a költségvetésben. Ugye ma már erről nem beszélünk. Tehát nyilván a pénzügyminiszter, ha egy ilyen utasítást kap, akkor próbálja ezt tartani, ameddig lehet. A probléma abban jelentkezett, hogy egyrészt alulbecsült tükték a járvány súlyosságát, másrészt a lefolyását. Ugye ez nem egy egyszerű influenza járvány, hogy másfél hónap alatt lefolyik, aztán utána minden helyre áll. Hát és jött a második hullám, ami a nagyobb. Harmadrészt meg jött a második hullám, de még az első hullámnál is, ugye ez nem volt teljesen világos, hogy ha nem gyors a lefolyás, ugye ez például a turizmust igen súlyosan fogja érinteni. Tehát ugye ez körülbelül április-május környékén kezdett el úgy teljesen világosan látni, mondjuk legalább a foglaltsági adatokból világossá vált, hogy hát itt nem nagyon lesz turizmus. Akkor kellett volna valamit csinálni, és erre ugye az volt a válasz, hogy akkor szüntessük meg a korlátozásokat, és legalább a belföldi turizmus segítse valahogy ezeket a vállalkozásokat. Ugye az is felvetődött, mint lehetőség, hogy nem csak az összeggel, a nagyságrenddel van gond, hanem annak az elosztása, az irányokkal. Tehát nem feltétlenül jó irányba, jó ágazatokba ment a pénz, vagy nem közvetlenül a munkahelyek megmentésére, hanem mondjuk például a szállodák felújítására költhették, erre lehetőséget adott a kormány. Ez így van, tehát ugye itt egy alapvető filozófiai probléma van. A Nyugat-Európában a kormányok túlnyomó többsége arra helyezkedett, hogy a mostani állásokat kell megvédeni. Mert azok a munkahelyek, amelyek elvesznek, nem biztos, hogy újra keletkeznek majd, ha föllendülés jön. A magyar filozófia az pedig, hát ugye halljuk nap mint nap, az, hogy majd jönnek újabb vállalkozások, főleg külföldről, akiknek a munkahely teremtését igen erőteljesen kell támogatni. Hát mostani programok esetében igen gyakori, hogy egy-egy munkahely 30-40 millió forintos támogatásba részesül, ugye ami azt is jelenti, hogy 6-7 évre gyakorlatilag a teljes bérköltségét kifizetjük az adott vállalkozásnak. Tehát praktikusan ingyen van Magyarországon, tehát így vonjuk be ezeket. Miközben nem adunk azoknak a vállalkozásoknak, amik meg fönntartanak munkahelyet. Tehát azoknak meg ilyen 170 ezer forint 3 hónapra, meg nem tudom micsoda. Tehát ilyen nagyon éles az ellenmondás a kettő között. Másrészt, amit ön is említett, hogy ezen túlmenően is igen sok olyan beruházás indul el, aminek nincs hozadéka. És ez a legnagyobb baj. Tehát olyan beruházások zajlanak nagy tömegben, meg nagy összegekkel, amelyekből később sem lesz jövedelem. Sőt, inkább költségek lesznek vele. Hát a Budapest-Belgrád vasútvonalról én még nem olvastam olyan elemzést, ami azt mondta volna, hogy valaha is megtérül. Elköltünk rá 700 milliárd forintot. Tehát ehhez képest én szerintem halasztható, de adott esetben inkább megszüntethető beruházás, de akár a stadionépítés is ilyen. Én nem vitatom, hogy egy kormánynak joga van kijelölni prioritásokat, de arra is joga van, hogy ezeket a prioritásokat módosítsa, vagy adott esetben eltolja. Igen. Hát mondhatja azt is, hogy oké, van egy a stadionprogram, de most eltolom másfél évvel, mert most
más a prioritás. Most az embereket kell menteni és a munkahelyeket. Ha már említette ezt, hogy a kormány arra számít, hogy majd újra keletkeznek a munkahelyek vállalkozások révén, ugye Fresh Tamás rendszeresen vendégük és rendszeresen elmondja, hogy például a szálloda és vendéglátóiparban 50-60% már most az elbocsátottak vagy elvándorlók száma, ami nagyon nagy kétség, hogy visszajönnek-e majd, akik esetleg, hát most még külföldre se tudnak menni dolgozni, de lehet, hogy későbbekben nem is lesznek már az országban, és sok más szakmával is vagyunk így. Ezt mennyire látja a kormány az ön felmérése szerint, vagy nem tudom, hogy erről ön mit tud, vagy mit lehet majd ez ellen tenni, hogyha a szakemberek hiányában nem tud majd újraindulni, vagy nem olyan ütemben a gazdaság, mint ahogy azt egyébként Orbán Viktor vizionálja, hogy a következő 10 év lesz a legsikeresebb az ország történetében. Hát ugye, ha egy kicsit visszatérünk mondjuk egy évvel ezelőtti helyzetre, akkor az volt a probléma, hogy nincs elég munkaerő. Ugye, ahogy egy fölendülés elérte a csúcspontját, kiderült, hogy szakmák vannak igen erőteljesen olyan helyzetben, hogy belföldön már nem volt ember. Hát most a vendéglátás területén vagyunk például a szakács, a cukrász, a nyelveket beszélő szállodai munkás. Tehát ezekből nem nagyon volt. Ha most elindul egy fellendülés, ezeknek a munkahelye ugye megszűnt, ergo, ha föllendülés van, azért Nyugat-Európában is lesz föllendülés, nyilván onnan fog majd elindulni, akkor az ottani állás lehetőségek azért nagy erővel jelentkeznek, hiszen most munkanélküli adott esetben, tehát az első adandó ajánlatra le fognak csapni, és elmennek. Tehát amikor majd nálunk beindul a fellendülés, amit ön is említ, valószínűleg nem lesz elég szakember, aki képes lesz majd lebonyolítani ezt a megnövekedett. Az elbocsátás gyorsan ment, de az utánképzés az évekig tart, még újabb szakembereket tudunk majd az adott. Hát így van, másrészt meg ugye a bizonytalanság miatt sokkal kevésbé elkötelezettek a munkavállalók, hiszen ő oda ment, abban reménykedett, hogy ott fog dolgozni 5-8-10-20 évig, majd egyik napra a másikra elbocsátották. Tehát egy ilyen munkahelynél, akkor a következőnél kétszer meggondolja, hogy hova megy, mennyiért megy el, milyen feltételek mellett megy el, és sokkal gyorsabban el is fog onnan menni. Hogyan látják egyébként most a felméréseik, eljutnak-e hivatalból is, eljuttatják-e a kormányhoz, tesznek-e javaslatot, és mennyire veszik ezeket figyelemben? Mi a gyakorlat az elmúlt időszakban? Én azt gondolom, hogy a felméréseinket, ha más nem sajtószemle alapján azért olvassák. Az, hogy a tanácsainkat megfogadják-e, hát az nem jellemző, de jelzem, a kormánypárti szakintézmények javaslatait sem szokták mindig elfogadni. Tehát itt akár a század még javaslatait sem mindig fogadják. A politika szerepe nagyobb, mint a gazdasági érdek, pedig hát arra alapul elvileg a politika sikere is. Igen, csak a politika ugye 4 éves ciklusokban gondolkodik, és ugye ha most arra elgondolás van, hogy mondjuk nyárra megszűnik a probléma, lesz elég költségvetési forrás arra, és ugye EU-s forrásokban is reménykedünk, hogy adott esetben egy erőteljes nyugdíjemeléssel, egy minimálbéremeléssel, egy közmunkás programmal, hogy mondjak néhány nagy tételt, olyan helyzetbe hozzunk nagy választói csoportokat, hogy elmondhassuk, hogy igen, most aztán mi nagyon jók voltunk, és olyan jók kezeltük a válságot, az adott esetben bejöhet, hiszen erre már volt példa 14-ben és 18-ban is, hogy a választói csoportok igen gyorsan elfelejtik a múltat, és a jövőt azért sokkal optimistában ítélik meg, mint amilyen majd lesz. Molnár László, köszönjük szépen, hogy eljött és elmondta mindezt.